Hónapokon keresztül egy ország vitatkozott azon, hogy kell-e a vasárnapi zárvatartás vagy a nyitvatartás. Egészen eddig zárva voltak a boltok Magyarországon, szép lassan hozzászoktak a vásárlók is. Itt van viszont az utolsó négy hétvége, az adventi hétvége, most újra kinyithatnak a boltok. jó ez, vagy nem jó a kereskedelmi alkalmazottaknak? Többek között ezekről fogunk beszélgetni a következő percekben. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz Televízió kedves nézőit. Ez itt a konkrét, benne pedig konkrétan a kereskedelmi alkalmazottak helyzetéről lesz szó. Hogy keresnek, el tudnak-e helyezkedni, miért érdemes inkább Ausztriába menni dolgozni, vagy akár egy adventi vásáron túlórázni. Vendégünk a stúdióban Potyondi Antal, aki a KASZ, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének megyei titkára. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát Potyondi úr, köszönöm szépen, gondolom önöknél is nagy a hajtás így az év vége felé, úgyhogy köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük először a vasárnapi zárvatartással, mert majd lesz témánk a nyitvatartás is. Ugye most már jó néhány hete, hónapja ahhoz kellett hozzászokni, mi az átlag vásárlóknak, hogy vasárnap igenis zárva van a boltok többsége. Azt nagyjából tudjuk, hogy a vevők hogyan reagáltak erre, a vásárlók, de hogy reagálta le ezt a kereskedelmi alkalmazottak szervezete, maguk a kereskedelmi alkalmazottak. Jó-e nekik az, hogy vasárnap nincs nyitva bolt, vagy inkább rossz? A kereskedelmi alkalmazottaknál megoszlik erről a vélemény. Jó abból a szempontból, hogy végre a vasárnapot otthon tölthetik a családjukkal, hisz tudjuk, hogy a szakmánk nagyon nagy százaléka a nőket foglalkoztat, tehát ez az oldala jó. Ami nem jó az, hogy emiatt nagyon megnőtt a hétvége és a hét elejé vásárlások, és ugye tudjuk, hogy a kereskedelemben nagyon alacsony a létszám, tehát ezeken a napokon, péntek, szombat és hétfőn sokkal többet kell dolgozni, mint a hét többi nap és mint az előzőekben. Ezért megoszlanak az emberek véleménye, a dolgozók véleménye is, van akinek tetszik, van akinek nem tetszik ez a helyzet. Tehát mondhatjuk azt, hogy van, aki szívesen dolgozna, plusz fizetésért természetesen, és van, akinek meg jó a pihenőnap, és nem foglalkozik a több fizetéssel, inkább otthon pihen a családdal nagyjából, jól értem? Ö, igen, hát ez a plusz pénz az azért fontos, mivel olyan alacsony a kereskedelmi alkalmazottaknak a bére, hogy minden fillér, úgy mondjam, számít, hisz a nettó az 70 és 80 között van, amit hazavisz egy kereskedelmi dolgozó egy hónapi munkáért, és azért valljuk be, hogy ez nagyon alacsony. Ha ehhez még jön egy kis pótlék, természetesen szörömmel veszik a dolgozó. Talán éppen ezért az alacsony bérek miatt nagyon-nagyon kevés alkalmazott közül lehet választani, a szakképzettek többsége elment Ausztriába, Németországba, vagy inkább szakterületet váltott. Tényleg ennyire égető a probléma, és ennyire szakemberhiány van a boltokban, mert Hetekkel, hónapokkal ezelőtt a híradóban ezzel már foglalkoztunk, akkor azt mondta, hogy tényleg vészes hiány van. Igen, ez a hiány ez csak fokozódott, és ugye pár hónappal előbb még csak itt a határszélén voltak ilyen problémák, most már bejebb is érezzük az országba ezt a problémát. Itt a határszélén természetes, hogy egy soproni ember, ha tud és alkalma van rá, az Ausztriába dolgozik. Ha csak a kereskedelmet vesszük, akkor Ausztriába. A minimálbér, a legalacsonyabb bér az 1300 euró. Nálunk 120 ezer forint. A ugyanezért a munkáért természetes, akinek módja van, az nem ezt a helyzetet válaszza. Emiatt nagyon kevés kereskedelmi dolgozó van, és ez a kevésnek nagyon-nagyon sok munkája van. A tulajdonosok hogyan tudják pótolni ezt a kieső emberáradatot, mert hogy óriási szakember hiány van, kit állítanak be a pult mögé, beállnak maguk, beállnak a családtagok, vagy szakképzetleneket állítanak be, mi a tapasztalat? Nagyon nehéz helyzetben vannak a tulajdonosok is, és most már azért eljutottunk oda, hogy pénzünk még nincs, de már a tulajdonosok, a cégvezetők is ismerik, hogy nagyon alacsony a bér a kereskedelembe azt tudnak beállítani a pult mögé, aki éppen jelentkezik. Itt a karácsonyi időszakban lehetőséget adtak a családtagoknak, lehetőséget adtak a dolgozónak plusz pénzét, hogy valaki azért kiszolgálja a megnövekedett vásárlói rétege. Ugye a vasárnapi zárvatartásra elvileg lesz majd még egy népszavazás, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Itt jön azonban a csavar, ugye Adventre megengedte ez a, ez a határozat, illetve ez a, ez a jogszabály vagy törvény, hogy igenis nyitva maradhatnak a boltok. Tehát már a mostani hétvégén és a következő a következő három hétvégén nyitva lesznek a boltok, na akkor ez most jó az alkalmazottaknak, vagy inkább már hozzászoktak a vasárnapi pihenőnaphoz, és inkább otthon maradnának. Egyáltalán ilyenkor ki dönti el, hogy ki dolgozik, és ki akar inkább otthon maradni? Hát megoszlik itt is a kereskedelmi dolgozók véleménye. Van, aki azt mondja, hogy már megszokták, hogy újra a családdal együtt vannak vasárnap. Van, aki meg azt mondja, hogy ez a plusz pénz is kell neki, főleg karácsonyra, ezért vállalja ezt a munkát. Most, hogy kidönti el, hogy dolgozik vagy nem, hát a munkaidőbeosztás ugye az adott a dolgozóknál, a túlóra is bizonyos keretek között adott, és hogyha még a szabadnapján is vállal munkát, az már az ő lehetősége. Nagyon nehéz helyzetben vannak ezekben a napokban a kereskedelmi cégek emiatt. Az esetleges forgalom az indokolna, hogy vasárnap nyitva legyenek a boltok? Mert erős rengeteget vitatkoztak szakemberek és kevésbé hozzáértők, hogy tulajdonképpen ha vasárnap nyitva vannak a boltok, az sem biztos, hogy akkora forgalmat hozna az egyes üzletekben, hogy érdemes legyen nyitva tartani. Mondjuk lement egy első hétvége, ugye még nincsen fizetés, tehát gondolom ez is befolyásol az adatokat. Most vasárnap milyen forgalom volt a boltokban? statisztika és a híradásokból én is csak abból tudom, hogy most ez a vasárnap még nem hozta azt az igazi karácsonyi forgalmat, amire azért számítottak. Ennek nagyon sok összetevője van, ugye egyrészt már elszoktak az emberek attól, hogy vasárnap is dolgozni lehet, a másik pedig véleményem szerint még nem volt fizetés, ez a hétvége a hónap utolsó napja, és ez ugye valószínű meglátszik a vásárlásokon is. Személyes véleményem szerint maradjon inkább a vasárnapi zárvatartás, vagy nyissanak ki a boltok, hogy lehetne ezt szabályozni? Én nem tudom, én azt hiszem, már kezdték megszokni az emberek, hogy vasárnap zárva van a bolt, én azt mondom, hogy maradjon ez a zárvatartás, mert ha ez a helyzet marad, hogy ilyen kevés dolgozó van, ilyen kevés pénzért, akkor ezt azt hiszem, hogy nem lehetne máshogyan megvalósítani. Kicsit lépjünk tovább, munkatörvénykönyve úgy volt, hogy még az idén lesznek módosítások, többek között önök is szakszervezetek javasoltak jó sok mindent, hát úgy tűnik, hogy nem lesz már idén módosítás, mert hogy a parlament elé majd csak valamikor januárban kerülhet legkorábban. Ez a csomag mit szólnak hozzá, és mit módosítanának? Hát sajnos mi szomorúan vettük tudomásul, hogy az ígéret ellenére nem lett a munkatörvénykönyve tárgyalva és változtatva. Hát nagyon sok problémát a mi oldalunk felvetett a munkatörvénykönyvénél, amit módosítani kellene. Hát itt most a karácsonynál jut pont eszembe a túlórák kérdése, a pótlékok kérdése, hogy például ebbe is kellene valami rendet tenni, mert a mai az azért mégis véleményem szerint nem felel meg a mai helyzetnek. És ugye ez elmaradt, hát ez nem veszük jó néven, és hát szerettük volna, hogyha ez megvalósul még az idén. Beszéltük már a bérekről, égetően fontos kérdés, ez minden ember számára, de főleg a kereskedelemben dolgozók számára, hogy állnak a bértárgyalások, mert hogy nem indult jól, jutottak már valamire? Hát teljes mértékben nem jó állapotban vannak, hogy úgy mondjam, a bértárgyalások. Mi áll, áll a dolog, állandóan minden héten van tárgyalás, jövő héten is lesz. A legutolsó információm szerint sajnos a munkáltatók olyan alacsony számmal álltak elő konkrétan 3 kal ami ezekre a bérekre, is, itt nem csak a kereskedelemről beszélek, a buszvezetők, a kórházi dolgozók, tehát nagyon-nagyon sok embernek nagyon alacsony a bére, és a 3 a, erre a nettó bére, ha rájön, az egy nevetséges összeg. Mi ugye a 9 ot mondjuk, mint szakszervezetek, hogy ez egy kicsit fölhozná most már a béreket, a kormánynak volt egy ilyen elszólása, hogy 5 százalék, hát most a tárgyalások folynak, a végeredményt nem tudom. Ez, ami most van, ez, 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 nem elfogadható, ez a nagyon alacsony bér. Azt is látjuk a statisztikában, hogy ugye bérekben most már hátulról, a hátulról a sorba a negyedikek vagyunk. Azért ez nagyon nagy lecsúszás az eddigiekhez képest. Említettük, hogy nagyon sokan például a kereskedelmi szférából is sokan járnak ki Ausztriába ingázni, akár naponta, akár hetente, akár távolabbra, inkább havi rendszerességgel. Ezért is fontos az, hogy a magyar szakszervezeteknek van komoly osztrák kapcsolatuk, már évek óta működik az együttműködés, régióközi szakszervezeti tanácsnak hívják, amit most ugye megújítottak, vagy részben megújítottak a felek. Miről szól ez a megújítás, miért kellett megújítani, és mennyiben tudják önök segíteni osztrák partnerrel közösen például az Ausztriába ingázókat? Hát ez most már nagyon régen, a 90 es évekbe köttetett ez a, a szerződés itt a három megye és Burgelland között, ugye, ebbe bent volt, hogy ugye nagyon sok ember átjár dolgozni Ausztriába, azután jött az uniós ö, ö, csatlakozás annak való felkészítése, ezért született annak idején ez a megállapodás, ezt a megállapodást újítottuk most meg, azért miután a Magyar Szakszervezeti Szövetség ugye átalakult, és ezért egy kicsit meg kellett újítani ezt a szerz, ö, szerződést. Ebben a szerződésben a kapcsolatok témája a legfontosabb, itt a kijáró dolgozók, de az itt élő dolgozóknak is, tehát nekünk is ebbe a kapcsolatba különböző képzéseket, tapasztalatcseréket, kiadványokat tudunk ezeken a területeken megvalósítani, és a legfontosabb pedig az, hogy a kijáró dolgozóknak eligazodást szerez, segítsünk a jogszabályokba, és ha esetleg jogi segítségre van szükségük, akkor jogi segítséget is megadjuk ezeknek a dolgozóknak, akik ebbe a régióba élnek és dolgoznak. Az elmúlt években rengetegszer reflektorfénybe került a magyar nyelvű jogi tanácsadás odakint Ausztriában, egy nagyon hasznos dolog. Ugye most is zajlik ilyen projekt, amiben a magyar fél egyelőre nincs benn. Miről szól ez a mostani projekt, amennyire bele tud látni, illetve a magyar fél mikor kapcsolódhat be újra? Vannak-e tervek, elképzelések? Hát a mi projektünk, ami közös volt, ez a jövő a határtérségbe projekt, ugye ez most fejeződött be. Ez egy hosszabb távú projekt volt, de ha úgy visszanézek, akkor 70 000, több mint 70 ezer dolgozónak nyújtottunk jogi segítséget, több mint 60 magyar és osztrák nyelvű kiadványt adtunk ki, és ezen kívül különböző segítségek, segítségekben voltunk az ott dolgozóknak. Most jelenleg folyik egy projekt, de ez csak az osztrák oldalról, de ő is a magyar és a kiáró dolgozóknak segít, bővült annyiba talán, hogy román nyelvű jogsegészolgálat is van most már, de, ami minket érint, előkészület alatt van, és reméljük és bízunk benne, hogy ebbe a projektbe is lesz szerepünk. Egy következő, ez egy rövidebb távú, de ugyanúgy így a két régió közötti együttműködésről szól, és ugyanúgy a célunk az, hogy a kindolgozóknak is, és az itt dolgozóknak is segítséget nyújtsunk a mindennapi munkájában. Hát minden tiszteletünk a kereskedelemben dolgozóké, akár Ausztriában, akár Magyarországon dolgoznak, főleg Advent idején. Potyondi úr, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt már a konkrét Erdán ugyanitt ugyanebben az időben már csak ukad számít a figyelmükre. Új téma, új műsorvezető, nem árulom már, hogy mi lesz az, akkor is tartsanak majd velünk, addig pedig nagyon vigyázzanak magukra. Viszontlátásra! A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.